az egyik kocsmában, a másik kocsmában. A nőnap akkor természetesen zenés meglepetés a hölgyeknek, idén is gondoskodott erről Keller János, akinek repertoáriában ott voltak a legismertebb és legrépszerűbb sanzonok, operett slágerek. Igazi slágereket hoztam a mai napra, természetesen több műfajból, így operettekből, tánzalokból fog állni a műsor. Asszony, támadj egy kis kivelő, hadd szűnjek épp úgy, mint az előtt. Az egyik kocsmában, a másik kocsmában, törzs kávéházamból, zenés kávéházba. Asszony, támadj egy kis kivelő. Jeles napokon én szoktam készülni ilyen összeállításokkal, műsorokkal. Most is nekem jutott eszembe, hogy milyen jól lenne a hölgyeket köszönteni. Az év során számos ilyen kezdeményezésem van. Többek között szociális intézményekben is ellátogatok, és ott is énekelek a kedves hölgyeknek és uraknak. Most itt a Vörösmarty Színház előtt. A színház előtt összegyűlt közönség ezúttal is örömmel fogadta a meglepetést, pláne mivel többek közülük jó ismerői és rajongói a művésznek. Nagyon-nagyon szeretjük őt, meg a társulatát. Miért jöttek ma ki ide? Hát szeretnénk ismételten látni őket, hallani őket, mert fantasztikusak. Mondjam azt, hogy szinte ismerem a repertoárt, úgyhogy próbálunk majd vele együtt énekelni, esetleg táncolni. Keller János hasonló fellépései mellett természetesen a színházban is új feladatokra készül. Ezek közül az egyik következő különösen kedves a számára, hiszen az egyik legnépszerűbb magyar előadónak állít emléket. Nem titkolt szándékom az is, hogy bejelenthetem a kedves közönségnek, hogy március 27-én bemutatjuk itt a Vörösmarty Színházba Volt egy fiú, Szécsi Pál 80 című előadást, melyben én alakítom Szécsi Pált. A színművész számára persze nem csak zenés szerepeket tartogat a jövő, hiszen a Vörösmarty Színház következő bemutatójában a Kőszívű ember fiaiban is láthatja majd a közönség.